sziasztok! Maga a bejutás is update-elve volt. Valaki azt mondja nekem, hogy ide ki fog jönni vala az élvet. Milyen kezdve simán. Soha nem hittem, hol nézse. Soha. Ránk borítják a szart egyből, hogy megérkeztünk. Hallod? Egy nap 8000 forint. Nagyon sok pénz. Hi! Hello! Igen, most már látom, hogy ez nem a... Ez nem az a cipő, amiben ide kell jönni. Igen. Azért itt vannak elég kétes egyének is. Ilyen mindenféle fülbe, orba, nyelvbe, száj, szélbe lógó piercinggel. Láttam itt éppen egy olyat, akinek itt nem volt haja, itt piros volt, itt meg váligért. Ez úgy hívják, hogy szadomazó talajos Gyöte. Na, lányom vele bulizik, például, gondolj bele. Én nem szeretném, hogyha a kislányom mondjuk itt vesztené el a szüzességét, piercinggel jönne haza, és mondjuk egy az előbb látott fiatal embertől éppen várandós lenne. Egy biztos, most így, míg nem láttam semmit, én a Larát agyon ütném, ha ide kijönne. Tehát nekem van egy tömegiszonyom. A tornához, ahhoz mindenkinek van egy kar távolságnyi, meg így ekkora helye. Ott egy tömegben én nem érzem magam, hogy egy egyéniség vagy egy ember vagyok, hanem csak része vagyok egy halmaznak. Tehát ha így állok egy tömegbe és tornázom, az jó buli. Én akkor érzem jól magam, hogyha maximum tornát tartok és egy tömegnek adok valamit. Illetve akkor érzem jól magam, hogyha egyedül az erdőben sétálok és futok a kutyámmal. De abban a pillanatban, hogyha ugrálnak rajtam, folyik az izzadság, a nyála, a sűrét rámönti, megégett a csikével, az nem az én tömegem, érted? Tehát én egy ilyen elég magamnak való figura vagyok. Tehát én ezt úgy képzelem el, hogy ide jönnek a 16 éves lányok, érted, kihalval beütik a nyelvpiercinget, itt elvesztik a szüzességüket, legalább odaadják 30 embernek, kipróbálják a marihuánát, a hasist, az alkoholt, és úgy szexelnek, hogy négy napig nem fürdenek. Érted? Ez én prekoncepcióm. Azért nem jövök ki, mert előítéleteim vannak, úgyhogy nagyon örülök egyébként, hogy kiosztatok minket, mert még az is lehet, hogy pénteken kijövünk kordáékhoz. Még nem voltunk soha konformisták, nem akartam soha tömeghez hasonlítani, én mindig más akartam lenni, van egy saját utam. De elfogadom tehát a másságot, tehát azt mondom, igenis kellnek ilyen bulik, sziasztok, kellnek ilyen bulik. Kell az őrület, én azt gondolom, tehát vissza szükség van rá. Panem egy szétszenzesz, tehát tényleg kenyert és cirkusz. Módosítom, hogy update panemen cirkusz, tehát itt talán sokkal jobb, mert akkor szálkás cirkusz fog történni, de lehet, hogy más élmények fognak érni, úgyhogy menjünk bele, nézzük meg. Fiatalok, vidáman, most nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Na, gyerekek, az első drogledőhely, nézzétek meg, pöttyös automata, rudanként, fejenként 6 kockat a cukor, megeszik 3-at, 18 kockat a cukor, tehát már cukorfüggő az illető. Itt kezdődik. A drogozás itt kezdődik. Nekem most sport a drog. A zene, a futás, az edzés, nekem az drog, abszolút. Más nem. De alkohol. Piázni szeretek néha, tényleg. Van egy sztória, ami történt, tudod, önben van rúgva? Nem. Akkor menjen végig ezen a fehér csíkon, oké? Okay. Nekem akkor jön a mámor, amikor lefutom erdőbe a kutyámmal meg a havarommal a 12. kilométert, átérek egy bércen, kinyekeltem a panoráma, és jövök lefele. Nekem az a mámor, és nekem itt a mámornak a vége. Én félek attól, hogy a lányom bekap a mi drogot, mert megkóstolják vele, és önkiveti állapotban magába fogadja mondjuk ennek a jobb oldali embernek a spermáját. Tehát ő rohadtul félek, érted? Mint apa. Ez nekem baj. Sorry. Szerencsétlen egyfolytában vakarja a fejét, lehet egy tetves. Nem, hát a szex a szabad, csak az igénytelennel nem értek egyet. Érted? Tehát én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy abban hiszünk, hogy esküvőig nincsen szex. Tehát nem vagyunk ilyen prüdek. Na, figyelj, mondok valamit. Én 18 évesen, egy fél éves udvarlás után nagyon szerelmesen vesztettem el a szüzességemet. Egy meghitt alkalommal, csendben belopozva a lakásba, szülőket kikerülve, gyertyafénybe paplanom a földön. Ha ide jöttem volna, lehet, hogy úgy történt volna, hogy bedrogozva, besörözve, mondjuk egy sősártó mögött, én 47 éves éces németnőt hátulról megreszeltem volna. Lehet, hogy nem úgy emlékszem volna a szüzességem elvesztésére, érted? Ez borzasztó. Nézd meg a körmét, érdemes ráközelíteni a körmére, hogy néz ki? Te mondjuk mit szólnál, ha a lányodat egy ilyen ujjaznál? Itt a szigeten. De imádok dolgozni, nekem ez a szenvedélyem, és bár nem kerestem sajnos fel eleget, de nem a pénzért csinálom. Tehát a pénz önmagában biztosan nem boldogít. A sikerért sem. A siker sokkal fontosabb, mint a lóvé, szerintem. Az én lefogyni vágyó egészségtudatos közönségem nagy része, az nem itt van. Big bellies,
az nagy hasák. Az a band neve, ez nagy hasák. Igen? Mindenki nagy hasa van. Jövő évben mi játszunk itt, és nincs hasa, csak... Segítek, lefogsz. Tudod, olyan... Ó, jó? Ilyen Németország, okay. Lefogsz rákásolni. Az ilyen poémot, hogy jött a német és megismert. Nem? Nekem az a siker, hogy imádom azt, amit csinálok. Mert az emberek örülnek annak, amit csinálok velük, és ami hatást elérek. Ez ennél jobb érzés nincs. Tehát ez nekem misszió. Jó, persze mindenhez kell a pénz, a pénz nélkül sem semmi sincs. Tehát ez szarvilág. Nem tudom, hogy ez most Mennyország vagy Kokor? Ez nem nagy szimból, ez a nagy porfelhő, gyerekek. Nézd meg, azon pofog lábat most idébi. Köze is a lábára. Hát nem tudom. Én... Engem ez... Nem. Tehát én... Most már láttuk, hogy ez egy tök jó buli lehet. Itt az ember kulturáltan jól tudja magát érezni. De kérdem azt, hogy miért kell igénytelennek lenni? A technót és az alternatívat egyáltalán nem szeretem. Nagyon szeretem a 70-es, 80-as évek zenéit, imádom. Éppen ezért nagyon szeretem Kordáékat. És LGT, Omega, aztán a Bonnie M, nagyon-nagyon-nagyon Abba. Hey! Cheers! Bocsánat, Norbi Erdély! Cukormentes csokival, bocs! Nem fogja. Figyelj, nem fogja meg, úgyhogy nem fogja. Megáldom. Na, meg. Megáldom. A lényeg az, figyelj, hogy rajta van. Égjen a zsírod. Égjen a zsírod? Égjen a zsírod. Égjen. Egy kis még gyúrok rá. Kértek mojitót? Ezt vegyétek viszont a kis mojitómat. Én hedonista vagyok. Így már tök jó. Így biz, én ha itt lennénk, lenne előttünk egy jó kis ropogós csülök, vagy libatepertő, imádjuk pillahagymával. Update kenyérrel. Mojitó, egész éjszaka itt állnék. Egyre jobban érzem magam. Még egy evődőr és minden oké lesz. Igen. Na megvan a konklúzió. Sziget nem rossz, be vagy rúgva. Ennyi, nem? De azért, mert azt mondom, hogy jó a sziget, attól még a nyelvpiszlinges, ne vigyel a lányomat, érted? Nem? Meg ne húgyozzanak le, nem? Mi neokonzervatív vagyunk. Ez fecske, ez fecske, Norga, hogy mi ez az? Fitness fasiszta neokonzervatív, érted? A neokonzervatív az azt akarja, hogy egyrészt tehát modern felfogások vagyunk, mondjuk az életvitel, a táplálkozás, a sport, a buli terén, de másik oldalról megőrizzük azokat a családi értékeket, amik mondjuk 100-200 évvel ezelőtt is értékek voltak. Tehát az, hogy család, hogy történik a szex, a szellem, no drog, no túlzott pia, érted? Kicsit be is lehet baszni, de nem is, érted? Lehet fetrengeni, és nem is, érted? Abdi Szaltó!